Sziasztok srácok, ismét jött egy csomag, beszorok, hogy már hányan küldtök nekem csomagot. Ez Mr. Mishi-től jött, és szépen itt szerepel, ezt olvasd erred. Misi írta azt a tök jó, ö, hát rimmet, hogy kés villa olló, Red Rider kezében, nem való, ez valahogy így van tényleg. Egyébként ja, itt vágtam meg magam, de nem kell agódni, nem. Se, tehát semmi komoly bajom nem lett a múltkorinál, most már jobban ügyelek. Úgyhogy lássuk, mit tartalmaz a doboz. Elég jól becsomagoltad, és akkor kezdjük a levéllel. És amúgy itt van megint a cica velem a szobába, és be van szarva. Ezt ugye kérdeztétek, hogy miért fél a bukomtól, tehát nem a bukomtól fél konkrétan, hanem hogyha így rajtam van, akkor ugye nem ismer meg. Csak most nem akarom úgy megmutatni nektek a cicát, mert már ugye este van. Ezt mondtam még live-on, hogy este akkor már a videót. És hát meg van ágyazva mögöttem, és azt nem szívesen akarom így mutogatni. Jó. hogy egy kicsit ilyen trógerül nyitom fel, csak azt a ragasztó miatt nem tudom. Van benne egy ilyenünk, és ha minden igaz, más nincs. Ezt azért itt hagyom, hogy a mi, ide van írva, az ne látszódjon, nehogy gond legyen. Azt mondja, hűha, Szia Red Rider! Ezt a csomagot azért küldtem, mert nagyon jók a videóid. Lőrajz. Idézet. Isten egy Red Rider motovlogos. Motoblog, urbex, vlog. Nagyrészt a csomagban édességeket raktam, remélem tetszik. Utóirat Mr. Misi, és itt a logom. Ez tök jó lett. Köszönöm szépen, ez nagyon király. Ezeket most majd elkezdem gyűjteni majd ott a szekrényben, és tök jó lesz így visszanézni majd őket. Ugye ezt mindig mondják, hogy a levelet ugye utoljára kell, mert lelövő, hogy mi van benne a csomagba, de mindegy, attól még érdekel, hogy mi van benne természetesen. Oké, lejött ez a kis felirat. azt megem ez az oldalra. Vilmos, gyere ide! Az a baj, hogy na mindegy. Suty. Úha, van ám itt minden. Azt mondja, van nekünk egy... ...narancsunk. Vagy mandarin. Vagy narancs. Van benne egy tud de régettem már ilyet. Ráadásul hagymás, meg... tejfölös, azt hiszem. Ó, de szuper, köszönöm szépen. De miért ide pakolok? Ah, az a baj, hogy jobbkezes vagyok, azt mindent jobbra rakok. Foncsomó, negrónkó. Hát, nem gondoltál rám, jót tesz a torkomnak, nem lesz az, hogy itt halok meg és imádom amúgy ezeket a, ezt a mézes negrót jó. Egyik kedvencem amúgy, őket is így ide, egy kupacba. Van egy sapkánk, ami hát rám nem fér fel. Cicára talán. Most az én perspektívámból tök jó rajt van, és már került rá macska Na ez a baj, van macskátok, és hogyha hullik a szőre, a szopás. Hát ez nem fér rá a fejére. Sajnos. De tök aranyos, majd valahova elrakjuk. Van egy ilyen kis sportszeletünk. Ezt is imádom amúgy. Főleg ezeket a kicsiket amúgy. Régen így úgymond gyűjtöttük őket, és ilyen hát kilószámra vettük majdnem. Mert ugye lehetett velük nyerni, meg tök finomak, meg minden. Ez mi? Gratulálunk, szerencsésen választottál csió terméket, itt a tiéd egy darab 65 g, 70 g, 75 g csócsipszre, jogosító kupon. Próbálj szerencsét, chipszez velünk máskor. Szóval ezzel tudok most egy ingyenes Geo beváltani, basszus. Basszus, köszönöm szépen. Cica közben eljött mögénk, csak tényleg akarok hátra most mit mutogassam az ágyamat. Tök mag, ú, ezt is szeretem nagyon. Szuper, köszönöm szépen. Basszus, annyira elhalmoztok már engem így kajával, meg minden izével, hogy beszarás. Hú, ez itt nagyon le van zárva. Sőt, így, így rakjuk a dobozt. Mini asztal. Most is olyan ügyenes, ügyesen vágok, hogy bármikor bele a kezembe. De ez ilyen tag life mód. Na, sikeresen megbontottuk. Jó Istenem ennyi minden, basszus. Soklát Prestige. Originál Schweizer Zarbiter Soklád. Originál Soklád Swiss Noir. Ez, ez euh, svájci, vagy mi ez? Annyira buta vagyok, nem ismerem azt a rohadt zászlót eltemethetném magam. Köszönöm szépen amúgy, ilyet még nem ettem. De valami magyarósnak tűnik. Mit gondolsz Vilmos? Így látom, hogy az aurát, hogy így, így nem mer közelebb jönni. Bakker, köszönöm szépen. Úristen, ezek micsodák? Nugát. Swiss Al Alps. Igen, akkor jól mondtam, svájci. Na, azért annyira csak nem vagyok hülye. Gianduja. Ez nem tudom, milyen lehet. Hasselnus, ez valami ízé lesz. Valami a magyarós. Hoppá. Ezen valami város van. A basszus nem fér a kezembe. Mi? Mi ez a rengeteg minden? Oké, most kijöntöm így szépen őket, de természetesen majd vissza lesznek rakva valami kis csomagba, vagy egy másik zacskóba. Remélem, hogy nem akartok engem cukorbeteggé tenni. Mert hogyha én ezt most megeszem, akkor cukormérgezés kapok körülbelül. <laughs> Atya Isten, köszönöm szépen, Misi, ezt a sok mindent. Hú, Hát jövőre lesz találkozó, ugye neked szerencséd van, mert te orosházi vagy. Úgyhogy neked nem kell messze utazni, mert majd orosházán lesz találkozó mindenképp. Illetve, hogyha úgy adódik, ugye, hogy melyek városba, vagy valami, akkor úgyis összetudunk futni random. Vagy akár megbeszéljük, és úgy. Időmtől is függ majd, de majd látjuk. te nagyon szépen köszönöm, rettentően köszönöm. Ez Kibaszott sok minden, basszus! És tényleg, a csomagküldés csak egy lehetőség, lehet akár levelet küldeni, hogyha nagyon szeretnétek, de tényleg én mindig elmondom, annak is örülök, hogyha nézitek a videókat, nekem az is rengeteget számít. Na srácok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy like-ot, ha szeretnétek még többet, akkor iratkozzatok fel. Misi, tényleg még egyszer köszönöm szépen ezt a rengeteg mindent, őneki meg adjatok valami jó kis nevet. És nem kell félni a héjára rajzoltam, úgyhogy ez lejön, meg azt úgy eszi meg az ember. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a rengeteg mindent tényleg. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!